A rendszeres véradókra számítva szervezett megváltozott helyszínen véradást a Magyar Vöröskereszt Zemplén területi szervezete. A járvány erre a feladatra is rányomta bélyegét, mert a félelem még a segítő szándéktól is nagyobb, így a hónapra tervezett időpontok egy része azért maradt el, mert a bezárt iskolákban lett volna, vagy a cégeknél, akik nem vállalták a véradást. Alternatív megoldásként a héten a kórházba várták azokat, akik átérzik, vér nélkül a sürgős életmentő műtétek is megállt. A tegnapi nap folyamán az egyik szervezett víradóhelyünk, munkahelyünk lemondta a víradást, ezért kellett ezt a mai rendkívüli víradónapot megtartani, hiszen ne felejtsük el, hogy vér-vérkészítmény nélkül nincs gyógyítás. És nehogy bekövetkezzen az a helyzet, hogy embereknek kelljen meghalnia, vagy maradandó károsodást szenvedniük a vérhiány miatt. Sajnos megijedtek az emberek. A kórházban szervezett véradásra telefonon is megkeresték a többszörös véradókat, akik tudják, csak egészségesen lehet vért adni, és maga a folyamat is nagyon higiénikus, így nem volt kérdés, hogy felkeresték a véradás helyszínét. Évente 5 adok vért. És magától attól, hogy itt a járvány idején eljönni közösségbe lenni, ez eszébe sem jutott? Ez nem. Maga a véradás, legyen az egészség is. Természetesen a kórházi dolgozók is beálltak a segítők sorába. Hogyha már itt dolgozom, úgy voltam vele, hogy mindegy, hogyha bejövök, bármikor szüksége lehet bárkinek rá, megmentetek vele bármikor egy életet is. A véradás biztonságos, és a vérkészítményekkel nem is lehet átadni azt. Az pedig, hogy egész Európában, így Magyarországon is csökken a véradók száma aggasztó, hiszen vérre ezekben az időkben is szükség lehet, még ha a tervezett műtétek el is maradnak, sürgős esetek, balesetek lesznek, vannak. Véradásra jönnek, ők egészséges emberek, és olyan steril körülmények között folyik a véradás, hogy az embereket nem fenyegetheti fertőzés, illetve a vérkészítményekkel se lehet fertőzni. Tehát jöjjenek, nagyon szépen kérjük, jöjjenek az emberek véradásra, segítsünk, ameddig tudunk. A rendkívüli véradásra szerencsére elegendő számú donor jelentkezett, de az elmaradt helyszínek helyett nehezebben pótolják a vérkészleteket a megyében is. Ezért arra kérik a véradókat, kövessék a Magyar Vöröskereszt felhívásait, és aki teheti, menjen vért adni.